Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 1-0-ra verte a Csákvárt és feljutó helyen áll a kisvárdai futballcsapat. 3 ponttal győzte le a Tatabányát a nyíregyházi kosársuli. Jubilált az 50 meccs óta veretlen balkányi labdarúgó csapat. Húsvét vasárnap kosárlabda emléktornát rendez a megyei szövetség. A Mindfőcsának elleni amatőrkupa döntőre készülnek a baktai focisták. 2 győzelemmel jutott a legjobb 4 közé a Sunshine Nyikse. Ismét győzött, és a feljutás jelentő második helyre lépett előre a tabellán a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese a bajnokság 29. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Csákvárt verte 1-0-ra. Nem engedem, hogy kockáztassunk. 1-0-nál, ha van kontra lehetőségünk, kihasználjuk, hanem akkor le kell hozni a meccset. Kapott gól nélkül, ez azért mutatja, az elmúlt ilyen forduló jól működött. Nyilván ez egy picit idegölőbb, mert a játékos szeretne menni, meg kell fognom őket, a nézők szalán elvárják, hogy végig birtokoljuk 1-0-nál, de összesen nagyon sok ilyen meccsünk volt, amikor mentünk 1-0 után, és beestünk abba a hibába, a saját csapdánkba, az ellenfél kiegyenlített, sőt, még meg is fordította többször a meccset. Ezt most nem engedhetjük meg, ezért vannak olyan elemek, amelyeknek tapsolhatnak, nyilván a teljes 90 perc során nem csak nekünk kell támadnunk, hanem az ellenfél is ott van, ezért ezt figyelembe veszük, és hát olyan stabilitással játszunk, olyan határozottak a védőink, a középpályáink, hogy nem tudnak ellenünk helyzetet kialakítani, már sokadik mérkőzés, amikor a kapusunknak nincsen feladata. De ettől sokkal bosszantóbb, hogy a támadóink viszont nem szereznek megfelelő mennyiségű gólt. Nem azért, mert nincsen helyzetünk, mert ennyi helyzetet az elmúlt 2 fordulóban, hát egy fél szezonban szoktak kialakítani csapatok, és bizony a legnagyobb zicsereket is kapussal szembe, rávezetés után elpuskázunk. Ezért vagyok egy picit mérges, mert azért lesznek erősebb csapatok, és ott ezt nem fogjuk tudni büntetlenül megtenni. Jön a Vác elleni idegenbeli mérkőzés Dunaújvárosban. A Vác is nagyon jól szerepelt ellen várakozáson felül ebben a szezonban. Ott milyen futballal lehet eredményt elérni? Nem ismerjük a dunaújvárosi pályát, természetesen fogunk tájékozódni. Lényegesen másabb stílussal fogunk majd fölmenni, a Vác is másabb játékot játszik. És hát nekünk ott is egy célunk lesz, megnyerni a mérkőzést. Többen fáradtak voltak most, akik játszottak a vasárnapi mérkőzésen, most 4 napunk lesz regenerálódni, remélem, hogy ez azért segíteni fog, mert bizony most is pályára fognak lépni azok, akik már 2 meccsen 90-et nyomtak, de természetesen frissíteni is bele fogunk tudni majd. Bele is kell, főleg a támadósorban, mert ezek a 3 napok ezek nagyon megterhelőek. Nagyon szerencsések vagyunk, mert tavaly nem nyitottunk ilyen jó sorozatokat, most azért a második meccsünk, amikor egymás után megnyertük, és 6 pontot szereztünk, könnyebb elutaznunk így most Vácra. Legutóbb Békés Csabán a 3. meccsen x-eltünk, most szeretnénk a Vác ellent nyerni, annál is inkább, mivel most már a saját kezünkben van a sorsunk, ott vagyunk a második helyen, azért nagyon jó sorozatot tudhatunk most magunk mögött, és hát innentől kezdve azt gondolom, hogy minden mérkőzés szinte élet-halál. A 2 csapat tabellán elfoglalt eredményét nézzük, akkor érvényes üd a papír, hogy milyen érzésekkel nézte a meccset, amelyben a csapat a kifejezetten jól játszott néha a mezőnyben, viszont az ellenfél kapujára nem igazán tudott veszélyt jelenteni. Főleg az első fél időben volt az, hogy nem jelentettünk veszélyt, ami bosszantó, hogy készültünk erre, tehát az, hogy játék ezen a pályán nem lehetséges, tehát mi meg próbáltunk futballozni helyenként, sok hibát követtünk el az első fél időben, bosszantó, hogy a 45. percben egy pontrugásból tudunk gólt kapni. A második fél idő volt az, amikor azt mondom, hogy kicsit be is szorítottuk a Várdát, lehet, hogy részükről tudatos volt, hogy magukra húztak minket, de ott azért talán már jobban veszélyesebbek voltunk a kapura. Tavasszal nem először aratott küzdelmes meccsen egy gólos győzelmet a Kisvárda belülről, hogyan élted meg ezt a találkozót? Az MB2 most nagyon kiegyenlített. Az első kikaphat az utolsótól, és a kisebb csapatok is egy harcos játékkal eredményt tudnak kicsikarni, mint akár múlt héten is. Ez a Csákvár meglepte a Puskást. És minden meccs ilyen, próbálunk kevesebb hibával játszani, és mivel a pályánk sem alkalmas a folyamatos játékra, ezért, ahogy a mester is mondta, egy másabb harcmódot választottunk. Megtette az első lépést a legjobb 4 közé jutás felé a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese a 2 nyert meccsig tartó párharc első felvonásán a Tatabányát verte 69-66-ra.
Tartottunk ettől a mérkőzéstől, tehát ugye azt tudni kell, hogy kisebb-nagyobb húzavonák voltak, hogy mikor játsszuk ezt a mérkőzést. Ugye mi megígértük azért a Diának azt, hogy elmehet ezen a hétvégén medikus kupára. Na most azért az, hogy ő most utazott 1000 kilométert, tehát hogy odautazott pénteken, ma lejátszott a mérkőzését és onnan hazajött. Tehát ez bármennyire is szerettük volna, hogy ez ne játszon a játékon, vagy hogy egyáltalán kicsit higgadtabb fejjel oldjuk meg a kérdéseket. Sajnos bele-bele csúsztak olyan eladott labdák, olyan hibák, ami nem igazán volt szerencsés. Ugye a Vivian sérülésből jött vissza, tehát neki ez az első mérkőzése volt, hogy játszott. Meg hát különböző sérülések és minden más egyéb sújtja ezt a csapatot most per pillanat, tehát ebből próbálunk kilábalni. Én úgy gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek az volt elsősorban a lényeg és az volt az ereje, hogy a lányok egységben, csapatként, a kispadról buzdítva egymást, tehát akit fölküldtünk, azért az mindenki megpróbált valami plusz hozzátenni, tehát hogy nem maradott magára senki, tehát hál' Istennek végre a Fekete Dóra és kosárlabdázott, tehát pontokat dobott, az, hogy a Diának azért volt az extra hármas ott a végén, ami kellett ahhoz, ezt a mérkőzést megfordítsuk. Az Orsi ide-oda hibázott, de ugye akkor a stressz volt rajta, és nem értem, hogy miért, mert ugye neki a rutinja azért megvan, medettől függetlenül, ugye azért mégis négy közéjutásért játszunk mérkőzést, tehát ez ugye minden játékosnál. Hát a Kadesúr ugye az meg egyértelműen, tehát ő valamilyen szinten pánikhangulatban van, tehát ő azért ilyen mérkőzést nem igazán játszik, hogy egy szituációban neki pályán kell maradni, mert nincs más lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ez végül is a közönség segítségével a csapat egységként múlott az egész, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdés volt, bízunk benne, hogy a lányok kicsikét megnyugszanak, bízunk benne, hogyha visszamegyünk Tatabányára, ettől rosszabb százalékban is igazán lehet dobni, mint ahogy mi most dobtunk. A kemény játék az ugyanúgy megvolt, gondolom, hogy a Tatabánya ugyanez vár ránk. Annyi, hogy ott egy kicsikét érdekes időpontra fogunk játszani, mert 7:30-as mérkőzés kezdés van. De hát Isten kérem, a héten elkezdünk 7:30-ra edzeni, és akkor megpróbálunk úgy felkészülni a következő mérkőzésre. Ha már a közönségről esett szó, talán azzal, hogy a lányok magasra rakták a mércét az alapszakaszban, a közönség is úgy volt, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy úgyis meg lesz ez a meccs. Igazán akkor jöttek hangulatba a végén, amikor már az utolsó 2-3 percben tartott a meccs, és akkor látszott, hogy ez egy egylabdás mérkőzés is lehet. Igen, tehát az igazság, hogy ugye évek óta el van kényeztetve ez a mi közönségünk, tehát valamilyen szinten ugye az elvárás, hogy nekünk mindig jól kell szerepelnünk, tehát ugye soha senki nem nézi meg, hogy azért elég rövid a kispadunk, tehát hogy azért ha sérülésekkel küzdködünk, akkor azért lehetnek gondok és problémák, tehát ugye egy-két játékosnak a nyakába szakad ez az egész, tehát azért sorolhatnám, hogy milyen problémánk vannak, hogy ezt a nézőközönség természetesen nem tudja, mert ugye ez nem rá tartozik, azért jön ide, hogy jól érezze magát, hogy szórakozzon, ami hál' Istennek ezen a mai napon is megvolt, és jól érezték magukat, tehát ugye ők elvárják a győzelmet minden tekintetben. Ugye ez valószínűleg egyébként, hogy ez látszik a lányokon is, hogy ugye nekik ez az elvárás már lehet, hogy néha picikét sok, ugye, hogy a nézők azt várják, hogy minden mérkőzésen nyernek, hogy a közvélemény is mindenki úgy gondolja, hogy minden mérkőzés nyerni kell, de hát még egyszer elmondom, tehát azért nekünk is végesek a kereteink, nekünk is meg kell próbálni a fiatalokat beépíteni, és ugye az, hogy ennyire jól állunk az alapszakaszban, ugye ez valószínűleg, tehát az is egy picit a hátránya, hogy kevesebb játékpercet töltenek a fiatalok a pályán, és ugye amikor itt van, hogy most egy szituációs, neki most meg kell mutatni, hogy na valójában mit is kell rendet hozzátenni, természetes dolog, hogy egy picit azért lámparázosan mennek, az, ami máskor bemegy, vagy kadettmérkőzésen bemegy, az most nem megy be, tehát olyanokat vállalunk el, amit nem kellene, és ugye sok esetben őket a bizonyítási vágy viszi előre, tehát mindenféleképpen be akarják bizonyítani, hogy nekik valóban ott van a helyük a csapat, és tényleg ott van a helyük, csak per pillanat még azokat a szituációkban, tehát rossz döntéseket hoznak, de nem baj. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ez így egység ez a csapat, ahogy van, a nézőközönséggel, a csapattal, a játékosokkal, és reméljük, hogy az idegenben is sikerül még egy győzelmet aratnunk, és utána már a következő héten a szépen lábóbálva nézzük, hogy a többiek mit játszanak. Talán lehet azt mondani, hogy igazi playoff meccset játszott a két csapat, és talán a találkozó nagy részében a statisztikát még nem látta, ahol Tatabánya vezetett, mégis mi döntött a hazaiak javára? Hát sok minden döntött, szeretném megdicsérni a csapatunkat, mert ahhoz képest, hogy mi hetente két alkalommal edzünk, de nagyon sokan vannak, akik csak egy alkalommal tudnak eljönni. Ehhez képest azt gondolom, hogy egész mérkőzésen úgy fizikailag, mint taktikailag felvettük a versenyt és a harcot az ellenfelünkkel. Nekik gratulálok, de azt gondolom, és ezt hajlandó vagyok videóelemzésen is megmutatni, hogy pontosan 4 olyan momentum volt apróságokban, ami eldöntötte a mérkőzést és elvette tőlünk a győzelem lehetőségét.
Ettől függetlenül még legalább egy, de lehet, hogy két meccs hátra van ebből a párharcból, ebből a meccsből kiindulva, hiszen ugye a Nyíregyháza a keleti, a Tatabánya a nyugati csoportban játszik, milyen második hazai meccsre lehet számítani? Nem tudom, megint küzdeni fogunk, mindent meg fogunk tenni, mindent elkövetünk, hogy mire lesz elég, ezt nem tudom megmondani. Azt szokták mondani, hogy a playoff-a mindig egy új bajnokság kezdődik, és talán ezt a meccset látva igazolta is ezt a teóriát a mérkőzés. Mennyire volt nehezebb ez a győzelem, mint amire vártatok? Igazából a tavalyi csapatból építkezve próbáltunk készülni erre a playoff-ra. Sokkal nehezebb volt, mint amire számítottunk. Ez látszott is egyébként a játékunkon, kicsit zavarodottak voltunk igazából az egész játékunkban, de úgy gondolom, hogy az akarat az velünk volt, és ez maximálisan ki is jött, és ezáltal sikerült nyernünk. Mennyit lehet építkezni a következő meccs ebből a mérkőzésből? Mindenképpen videózni fogunk, megpróbáljuk megnézni a taktikákat, készülni mind a támadásra, mind a védekezésükre, és otthon mindenképpen nyerni akarunk. Ha minden igaz, akkor ezen a hétvégén neked nem ez volt már az első meccsed. Így van, az egyetemi bajnokságban medikus kupán voltam a hétvégén, ez volt a negyedik meccsem, sajnos ez ki is jött, legközelebb ebből tanulni fogok. Viszont nem mondhatod, hogy szerepeltetek a medikus kupán? Igen, sikerült nyernünk kosárlabdában, és úgy tudom, hogy összesítésben is a Debreceni Egyetem nyert. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában jubilált a balkányese, Mirgai László együttese 3-2-re nyert Tiszavasváriban, és ezzel elmondhatja, hogy sorozatban 50 mérkőzésen át maradt veretlen. Nem volt könnyű mérkőzés, bár 3-0-ra elhúztunk már a 30. percben. Aztán jókor rúgta a hazai csapat a gólt, második fél időben beszorítottak minket, de hál' Istennek Igor megint egy 3-ast sikerült hinteni Igornak, és hát a végén volt lehetőségük, de én azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg ezt a fontos meccset. 50 meccset zsinórban le tudni vereség nélkül a világbajnoki bajnokságában megsüvegelendő. Hogyan tekintesz vissza erre a szűk két évre, vagy bő másfél évre? Hát azt hiszem, hogy minden edző álma ez, hogy egy ilyen sorozatot véghez vigyen. Én nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert hát azért én sem gondoltam volna. Azért itt látszik, hogy a fiatalok 70-80%-a a főiskolás és egyetemista, nagyon jó mentalitású gyerekek, nagyon intelligensek, és azt gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen hosszú sorozatot tudtunk véghez vinni, illetve hát azt is el kell mondanom, hogy kellenek ilyen profi futballisták, mint Igor, Hortó, Vazzoli, akiknek a mentalitásukkal a fiatalokat húzták maguk után végig, és hát tényleg tele vagyok nyerő típusú futballistákkal, és ez így amatőr szinten borzasztó nagy előny. A Balkány 15 ponttal vezeti a bajnokságot, talán el lehet mondani, hogy eldőlt már a megyei első osztályú bajnoki cím, sorsa lehet készülni az osztályozóra, vagy majd az NB3-ra. Addig nem lehet ezt kimondani, amíg matematikailag is nincs meg ez a bajnoki cím, de azon leszünk, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Továbbra sem állunk le, szeretnénk ezt a hosszú veretlenségi sorozatot még tovább nyújtani, aztán, hogy meddig tudjuk, nem tudom. És hát természetesen valahol már felvetődött az, hogy mi lesz, hogyha megnyerjük. Még kérdőjelek vannak, hiszen az új stadionunk csak jövőre épül meg, ha minden igaz, de már nagyon előre haladott állapotban vannak a tárgyalások is, kivitelezővel is már meg van állapodva. Na most úgy nekivágni egy NB3-nak, hogyha az osztályzót megnyernénk, mert ugye még nem nyertük meg, meg még nem jutottunk el odáig, de ha oda kerülnénk, akkor azt gondolom, hogy át kell gondolni, hogy minden meccset idegenbe játszani egy ilyen félprofi bajnokságba, azért az hát nagyon nehéz lenne. Viszont, hogyha jövőre nekivágnánk és megint meg tudnánk nyerni a bajnokságot, és már az új stadionunk készen lenne, akkor azt hiszem, hogy akkor nem lenne semmi akadálya. De én azt mondom, hogy döntsék el majd a vezérkar. Nézzük a következő feladatot, a Mándok érkezik a hétvégén Balkányban, milyen meccsre lehet számítani, egy picit ünnepibb lesz hangulat, tekintve ezt az 50 meccses sorozatot? Hát én azt gondolom, hogy hazai pályán nekünk minden meccs ünnep. A közönségünk tényleg egyre többen látogatnak már ki a pályára, és én abban reménykedek, hogy most a Mándok ugye oké, hogy a kiesés ellen küzd, biztos mindent meg fog tenni, de nekünk hazai pályán nem szabadna elbukni ezt a veretlenségi sorozatunkat. Ha valahol elbukjuk, akkor inkább idegenbe, úgyhogy így készülünk a meccsre, és hát utána való héten pedig Tuzsérra látogatunk, aki szintén kiesés ellen küzd. Két olyan csapat, aki az életért küzd, én azt gondolom, mind a kettő nehéz lesz, de menjünk tovább, csináljuk, élvezzük a futballt, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk.
két tavaly elhunyt kosárlabdázó, Pál István és Zentai Levente emlékére rendez húsvét vasárnap tornát a megyei szövetség. A csapatok három korosztályban nevezhetnek a rendezvényre. Ilyenkor kevés olyan kötelező kosárlabda társadalmat érintő elfoglaltság van, mint tétmérkőzések, vagy játékvezetés, asztalszemélyzet lefoglaltsága. Tehát többen ráérnek, igaz, sokan el is utaznak, de úgy gondoltuk, hogy ez az az időpont, amikor talán össze tudnak jönni ezek a régi és azon fiatal kosarasok, akik mondjuk valamilyen formában kapcsolódtak a két elhunyt legendához. Batyus B33 a torna elnevezése, ugye a B33 is, meg mit akar a Batyus kifejezés? Mivel húsvét vasárnap van, ezért úgy gondoltuk, hogy ellátás, étel, ital nélkül azért egész nap nem lehetnek el a csapatok, ugyanakkor ezt így nem tudjuk biztosítani, hiszen a létszámot sem tudjuk, ezért azt a felvetést tettük közé, hogy mindenki hozzon magával, tehát egy ilyen batyus tornaként, mindenki hozzon magával ételt, italt, amit úgy gondol, hogy süteményt, ha süt, vagy húsokat, de többen jelezték, hogy akár, ha lehet, és van rá mód, már pedig ezt megteremtjük, akkor akár bográcsolnának is, és ezzel több ételt tudnak majd kiosztani. A nyári streetball fesztiválok hangulatát ismerjük, most milyen hangulatú rendezvényre lehet számítani? Nyilván az emlékezés mellett igazi baráti hangulatra, több generációra számítunk, hiszen Zentai Levi is edző volt, mellette nagyon sok fiatal nevelkedett a keze alatt, úgyhogy úgy gondolom, hogy több mind a ketten játszottak élvonalbeli csapatokban, tehát nagyon sok az egykori kosaras ismerős, tehát bízom benne, hogy nagyon jó hangulatban baráti társaságok összejönnek, és akár a generációs különbségeket is áthidalva és a kosárlabdával összehozva, én úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon kellemes, jó hangulatú torna lesz. Két olyan játékos emlékére rendezik húsvét vasárnap ezt a tornát, akik mind a ketten kötődtek hozzád, talán azt lehet mondani, hogy baráti kapcsolatban is voltatok, hogy emlékszel vissza két a elhunyt kosárlabdázóra? Igen, ez így van mindkettőjüket. Úgy gondolom, hogy remélem, hogy ők is örülnének ennek, hogyha azt mondom, de mindkettően a barátaim voltak. Pistát ismerem régóta, akit már 88-ban megismerhettem, amikor Nyíregyházára kerültem, akkor itt játszott a tanárképző színeiben, és nagyon sokat segített nekem abban, hogy be tudjak illeszkedni a csapat szerkezetébe. Ugye akkor még teljesen fiatalként a kosárlabdától távol ról érkezve ez nagy segítség volt nekem. Levente pedig ugye az utolsó pillanatig is mellettem dolgozott, és nagyon sokat dolgoztunk együtt. Nem is nagyon tudom alapvetően elfogadni még azt, hogy már nincsenek itt. Nagyon sok fiatal fiú és lány kosarazik a megyeszékhelyen. Mennyien lesznek ott szerinted a vasárnapi rendezvényen? Nehéz megjósolni természetesen, hiszen húsvét vasárnap van, de remélem, hogyha nem fognak kosárlabdázni mindannyian, ha csak pár percre eljönnek és pár percig ott vannak és esetleg találkoznak a régi ismerősökkel, az már bőven elegendő. Hasonló a streetball szabályaira. Ugyanúgy félpályán játsszák, három játékos van egyszerre a pályán. Ezen a tornán most megengedünk két cserét, egyébként egy csere lenne. Maga a játékidő 10 perc, záló órával alapból, de hogyha torna a csapatok úgy jöttek össze, akkor lehet, hogy futóval lesz. Ha 10 percen belül a 21 pontot valamelyik csapat megdobja, akkor már nyert az a csapat. Ha döntetlen lenne, akkor az első két dobott pont utána az a csapat nyeri meg, aki ezt hamarabb megszerezte. Egyébként hatos labdával játsszák még, és játékvezető van. A streetballnál nincs, csak pályafelügyelő, de a B33-nál játékvezető van, egy darab, aki kvázi vezeti a mérkőzést. Hány korosztályban nevezhetnek a csapatok? Három korosztályt hirdettünk erre a tornára, 15 év alattiak, 15 és 35 év közöttiek, illetve 35 év felettiek. Nem különböztettünk meg kifejezetten női, férfi csoportokat, korosztályokat, de természetesen, hogyha érkeznek nagyobb számban női csapatok is, akkor megfelelően saját csoportot tudnak alakítani, vagy hogyha nem, akkor pedig akár vegyes csapatok is létrejöhetnek, és akkor így vehetnek részt a tornán. Mikortól lehet nevezni, ha minden igaz, még a helyszínen is lehet, és mikor kezdődik maga a játék?
Folyamatos nevezés van, ugye a szövetség e-mail címen lehet többek között, illetve a Sunshine Rádió e-mail címén lehet jelentkezni. Maga a nevezési határidő vasárnap reggel 9:30-ig tart. A helyszínen is így ennek megfelelően befogadunk még nevezéseket, mivel hogy 10 órától kezdődik meg a torna, ez az idő alatt meg kell csinálni a sorsolásokat és a csoportbeosztásokat is. Kupadöntőt játszik szerdán a Baktalóránt háza. A megyei első osztályban szereplő együttes az amatőr kupa döntőjében Budapesten a Győr-Sopron Moson megyei első osztályban szereplő Ménzfűcsának ellen lép pályára. Azt lehet mondani, hogy a forgatókönyvet jobban meg se lehetett volna élni, tehát ez nagyon jókor jött, ez a közel 10 napos szünet a mérkőzés előtt. Annál is inkább, mert a hétvégi fordulóba két alapemberem, mert le kellett már cserélni 20. percig. Ez fájó pont, de bízunk benne, hogy ezért a 10 nap az elég lesz a felépülésükre. Milyen formában van a csapat a kupameccseken? Sokszor előnyfelül teljesítettek a játékosok, nem véletlenül jutott el oda a Bakta, ahová. A forma egy kicsit ingadozó, attól függ, hogy kik azok, akik rendelkezésre állnak első perctől kezdve. Azt is mondhatnám, hogy egy kicsit kezdünk át, milyen csúnya szóval akarnék ilyen falusi csapatba, mert itthon mostanában, tehát a tavasszal megverünk mindenkit, idegen bemegyünk, akkor meg egy pontot szereztünk, tehát ez nem olyan túl jó előjel, viszont a csapaton érzem a mentalitásán, a csapatnak az akarásán és egymás közötti beszélgetéseken érzem, hogy valahol már a bajnokságban 3-4 héttel ezelőtt már az volt inkább a téma, az volt a beszéd, hogy mi lesz majd az amatőrkupa döntőn. Mennyire sikerült felkészülni az ellenfélből? Nagyon beképzetlennék, azt mondom, hogy tenyeremben van az ellenfél, hogy A-tól Z-ig, de azért felkészültünk, megpróbáltunk felkészülni belőle. Az az igazság, hogy meg akarjuk nyerni mindenféleképpen az amatőrkupát, és ezért áldoztunk is. Többek között elmentünk Győrbe, és megnéztük az egyik mérkőzésüket. Az alapján, a mérkőzés alapján, illetve 2-3 emberrel beszéltem, akik a Győri megye egyben vannak, az alapján nagyjából felkészültünk belőle. Rettentően nehéz mérkőzés előtt állunk, mert egy fiatal játékosokból álló csapat, akik a győri keretből kimaradnak, azokat ide adják le. Ügyesek, gyorsak, erősek, 2-3 rutinos emberrel a tengelybe még kiegészítve, úgyhogy nagyon nehéz feladatunk lesz. Amikor elindult ez a kupasorozat, az Baktalóránc, ez a célja az ott, hogy minél tovább jusson a kupában, gondoltad volna akkor, hogy az amatőrkupa döntőjének egyik részevője lesz a Baktalóránc háza? Az igazság, hogy te is és minden kedves tévénéző ismer engem, aki a futballt szereti, azt tudja rólam, hogy én mindig mindenkit szeretnék legyőzni, de az igazat megvalva ebben nem reménykedtünk. Viszont ha már így adta a sors, akkor szeretnénk nagyon jó szerepelni. Mit jelent az, hogy egy nagyon patinás stadionban az MTK új stadionjába léphet pályára a csapat? Nekünk van egy kötődésünk is az MTK stadionhoz, így Kozma Józsi, Dodi, ott magyar bajnok volt, és magyar kupagyőztes 10 éves korában, az egervári mester ideje alatt. Nekem volt szerencsém most a hétvégén megnézni a MTK mezőköves meccset, hát én ámultam, hogy mekkora gyönyörű stadion lett ez, nagyon szép. Milyen formában van a csapat? Ugye a kupameccseken láttuk, hogy sokszor előnfelül teljesítettem, magasabb osztály együtteseket vertek ki, és ez is egy olyan mérkőzés lesz, ahol 90 perc vagy 120 perc alatt dől el majd a kupa sorsa. Én azt gondolom, hogy tipikus futball ez is egy szakma, sokan mondanák, hisz a bajnoki mérkőzések nem adnak megfelelő információt arról, hogy egy kupamérkőzésen az adott találkozón a csapatok milyen formában lesznek. Én azt gondolom, hogy egy mérkőzésen mindenki fel tudja magát szívni, van rá lehetősége, azon a 90 vagy 120 percen kihajtja magát, és akkor meglátjuk, hogy az mire elegendő. Ennek a kupának az elődje már ott van a csapat vitrinjében. 25 évvel ezelőtt sikerült megnyerni. Hogyan emlékszel vissza arra a meccsre? Én nagyon emlékszem erre, hisz az Békés Csabán volt 1992-ben. Félelmetes csapatunk volt, Dovin, Marics, Kapin, Sós, Barnusz, Virtás, Tóth Bandi, tehát szédületesen jó csapat volt. Kivertük a Diósgyőrt, a Miskolci Vasutat, a debreceni MT-t kivertük, tehát nagyon jó csapatunk volt. Úgy jutottunk el Békés Csabára, és hogy milyen nagy rendező a sors, az Ibrány csapatával kellett játszanunk a Szabadföld kupa döntőt, amelyet mi nyertünk meg egy nagyon-nagyon jó mérkőzésen, 4-3 arányban, és ami külön kuriózum volt ennek a napnak, még külön érdekessége, hogy aznap ugye utánunk játszották a Vác és az Újpest döntőt, az Eszenyi Ténes, a kis Dimó az ott játszott akkor Újpesten, és a 1-0-ra nyert mérkőzésen ő szerezte az egyetlen találatot. Semleges pályán lesz az amatőrkupa döntője, számíthatnak a baktai játékosok a szurkolóik támogatására.
Hú, persze, én azt gondolom, hogy többen is leszünk, több szurkolónk lesz, mint általában a hazai pályán, hisz szerintem olyan 250-300 ember lesz, aki ott lesz, és nagyon jó a számunkra, hogy a több település van, akivel testvér kapcsolatot ápolunk, így fognak érkezni a erdélyi Gyergyócsoma falváról testvéreink, fognak érkezni a felvidéki Lukanényéről, a testvér településről, valamint Dányról és Ráckevőről is. Pont ma készítettük el a beosztást, hogy melyik busszal ki fog utazni, hát azt gondolom, hogy lesznek baktaiak rendesen. Kettő győzelemmel jutott a legjobb négy közé az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyitse. A nyíregyházi kosarasok a debreceni 8 pontos sikert követően 124-41-re verték az Itzer Tigrisek csapatát. Az ellenfelünk nagyon tartalékosan jött el. Előtte hétvégén egyetemi meccsen volt két sérülésük a kulcsjátékosok közül, egyik játékosuk már elutazott a hosszú hétvégére, illetve én azt gondolom az otthoni vereség is ezt kiváltotta, mert azt gondolták, hogy idegenben kevesebb szansunk van, amire én azt gondolom talán esély is volt arra, hogy mi hazai pályán behúzzuk ezt a mérkőzést, de az alapszakasz két mérkőzését látva nagyon szoros meccset vártam, mert egy-egy győzelem volt hazai pályán mind a két csapatnak, és közel azonos szintű csapatokról lévén szó. Ennek örülünk. És gondolom annak is, hogy azért a hazai játékosok abszolút végig komolyan vették a mérkőzést, megtisztelve ezzel az ellenfelet. Ha már így alakult a mérkőzés, egy alap kritérium az, hogy saját magunkból hozzuk ki a legtöbbet, bármilyen különbséggel is kell, hogy nyerjünk. Bőkeretünk van szerencsére, most a fiatalabbak is többet tudtak játszani, és ez volt az alapkritérium, az alapkövetelmény. Saját magukkal szemben, a csapattal szemben, a saját csapatunkkal szemben, és természetesen az ellenféle szemben is. Mekkora esély van arra, hogy a következő pár harcból tovább lépjen a Sunshine Nyitse, hiszen az alapszakasz győztes talán ki is emelkedik ebből a mezőnyből, a BKG prímese lesz az ellenfél. Nagyon örülünk ennek az eredménynek, és maximálisan büszkék lehetünk erre, hogy négy közé jutottunk. Az alapvető célkitűzést azzal elértük, hogy a tavalyi 8. helyezést már az alapszakaszban túlszárnyaltuk, illetve hát ezzel a győzelemmel akár ilyen nagy arányú győzelem mellett is talán most még nem tudunk úgy örülni, mert az idegenbeli mérkőzésen azért bravúros teljesítményt és nagyon jó teljesítmény nyújtva sikerült nyernünk. Ott azt a győzelmet maximálisan értékelte a csapat, és annak köszönhetően alakult most egyrészt így az eredmény. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy négybe kerültünk. Visszatérve a kérdésre, talán az NB2-es mezőny egyik legjobb csapatáról van szó, hanem a legjobb csapatáról, akik komoly tervekkel vágnak neki a rájátszásnak is. Ha csak annyit mondok, hogy az NB2-es mezőnyben nincs lekorlátozva, hogy hány külföldi lehet, csak tanulmányi és munkaszerződés kell a játékosoknak, 7 külföldi játékossal rendelkezik az ellenfél. Átigazolási szezon vége előtt egy-két nappal még két amerikai játékost igazoltak. Nagyon komoly szakmai munkával, minden tiszteletünk az övék, tehát a sportember addig sportember, amíg a pályán a lehető legjobbat próbálja nyújtani. Igyekszünk megnehezíteni a dolgokat, hagyj nem mondjam tovább. A fő esélyes az ellenfél. Titkon, vagy nem is titkon, én dobogóra szeretném a csapatot vezetni, és a csapat is oda kerülni. Minden szanszunk megvan erre, és ezért is fogunk dolgozni a hátralévő időszakban. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.